Szeretettel köszöntöm a Bajai Televízió nézőit. Dr. Gáz Zoltánt szeretnénk egy picit bemutatni önöknek, aki mögött kalandos életút áll. Az önéletrajzában több városnév is szerepel: Kaposvár, Nagykanizsa, Budapest, Pécs, Komló, Baja, és még sorolhatnánk néhányat emellé. Zoli bácsi, ez a sok város, melyik város az mi köti? Kaposváron születtem, elég régen, 1940-ben és január 13-án. Nagyon szép kis gyermek voltam, ezt még hadd mondjam el, ezt nagynénéim, keresztanyám és édesanyám egyként állították. És nagyon okos kis baba is voltam, ugyanis, hogyha azt kérdezték tőlem, a háború elején vagyunk, hogy láttam-e repülőgépet, akkor én nem intettem. Viszont ha utána megkérdezték, hogy ültem-e benne, akkor mindig nagyokat bólintottam. És soha nem tévesztettem össze a kérdést. Tehát akkor Kaposváron született, viszont az iskoláit Nagykanizsán és Budapesten végezte. Hogy került ezekbe a városokba? Édesapám gépkocsi vezető volt akkor, egyébként 4 szakmával rendelkező, igen kiváló szaktudású ember, és akkor éppen gépkocsi vezetőként a háború miatt le kellett adni az általa vezetett gépkocsit. És bár túl koros volt, már mindjárt ott is fogták, és ment a frontra. Amikor visszakerült, akkor Nagykanizsára jelentkezett munkára, hívták is oda egyébként, a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, Maort néven is ismert még ma is, annak az üzemébe került, tehát az olajmezők karbantartását végezte. Önt ugye úgy ismerhetik itt a bajaiak, mint a zeneiskola igazgatója, a zenepedagógus, és mint újságíró. És a zenei pályafutása tulajdonképpen itt alapozódott meg. Lehet ezt mondani? Tehát itt már járt zeneiskolába, úgy olvastam, hogy 6 évesen már tanult hegedülni. Igen. Tekintettel arra, hogy édesapám nagyon szeretett volna hegedülni, de neki nem volt módja, 13-an voltak testvérek egyébként, így aztán felnőtt korába vásárolt egy hegedűt. Hát ezzel sokat bosszantotta a környezete, mérgébe letette, viszont a bátyám is, én is, majd utána az öcsém is hegedülni tanult, lévén, hogy a házban már volt kis hegedű, nagyobb hegedű, még nagyobb hegedű. Így aztán én már 6 éves koromban a zeneiskolába kerülvén mindjárt az első országos hegedűs versenyt meg is nyertem, amit akkor Szombathelyen tartottak. Hát ettől még ugyan csoda gyerekké nem váltam, nem is úgy folytattam tulajdonképpen, de szorgalmasan kellett tanulnom, és a zenei gimnáziumba kerültem az általános iskola elvégzése után, mégpedig Budapestre, kivételes miniszteri engedéllyel, tekintettel arra, hogy akkor Pesten letelepedési engedélyre volt szükség, vidékiskolából nem mehettek oda a tanulók. Egy évet ki is húztam Budapesten, de ez 1953-54-re esik, amikor a rendszer gazdaságilag is mélypontra süllyedt, és én úgy határoztam, hogy nem terhelem a szüleimet, hiszen édesapám 1200 forintos keresetéből 4-et küldött a bátyámnak, aki zeneakadémista volt akkor, 4-et nekem, és hát 4 maradt a 3 tagú családra otthon, ugye öcsémmel. Ez egy nehéz időszak volt, arra példa, hogy egy hétig nem evett. Egyszer sajnos előfordult. Tessék elképzelni egy vidéki gyereket, aki tulajdonképpen nem sokat látott a világból, egy nagyvárosba, elveszve, tulajdonképpen pénz nélkül, mert előfordult, hogy a villamos bérletre se, az 2 forint 70 fillér volt a heti bérlet, arra se volt pénzem, és nagy utakat kellett emiatt gyalog megtennem.
annak ellenére, hogy kitűnő tanuló volt, mégis eltiltották a felső oktatási intézményektől. Igen. Először a pályamódosításra gondoltam, és nem arra, hogy a zenével foglalkoznék, ugyanis ebben az időben történt, hogy létesítettek egyes közeli állomások közül polgári repülést. Na most hát ugye ez a megalomániás elképzeléshez csődöt mondott, viszont megmaradtak a repterek, megmaradtak a hangárok. És így elkezdtem én is, mint alapító tagja a nagykanizsai reptérnek a Honvédelmi Szövetség keretében repülni. Ekkor volt az a jelszó, hogy munkás fiatalok, gyertek lökhajtásos pilótának. Hát én komolyan készültem erre a pályára, ejtőernyőztem, a honvédelmi sportok közül ilyen mesterlövész vizsgát is tettem annak idején, és tulajdonképpen nem voltam tehetségtelen, így valószínűleg egyenes út vezetett volna ide, de közben jött 1956. Mondanom se kell, hogy teljes szívvel, ugye, én is belevezettem magamat az idők sodrába. Mondanom sem kell, hogy teljes szívvel belevetettem magamat annak a kornak a fő áramlatába, a forradalom ügye mellé álltam, diáktársaimmal együtt egyébként, úgyhogy megválasztottak a Zala megyei Forradalmi Diákszövetség elnökének. Hát ennek keretében sok mindent tettem, Budapesten is voltam. Talán mégis legnagyobb érdememnek azt tartom, hogy amikor arra került a sor, hogy a diákság ellen állt volna, éppen azért, mert nem ismerték ezeket a háborús körülményeket, úgy, mint én, aki édesapámtól nyilván sokat hallottam erről. Hát abban közreműködtem, hogy a város parancsnoknak segítettem, hogy a diákság, hogy leadjuk a fegyvereinket. Így Nagykanizsát megkíméltük attól, részben nekem is valami részem volt ebbe, hogy a Marcaliba állomásozó szovjet páncélos hadosztály pár perc alatt megközelíthette volna Nagykanizsát, izzéporrá lőtte volna a várost. Ugye, mégis rendőri felügyelet alá került. Hát tulajdonképpen a véletlenek itt is közrejátszottak a tekintetbe, hogy én aránylag könnyű szerrel túljutottam ezen az időszakon. Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy konok voltam, és sose írtam alá a rendőrségi jegyzőkönyveket, valamiféle olyan beütésből, ami az egri csillagok nyomán, tehát ez a bizonyos szemlélet már 6 éves koromban nagyon mély benyomást tett rám, és ez az ellenállásnak a vágya hajtott, és a kihallgatások pedig olyan módon zajlottak, hogy miután az olajbányászokra nagy szükség volt, és a gyerekek bántalmazása a szülőkben nagyon nagy felháborodás váltott ki, ezért tehát tulajdonképpen én ezt a részét jó részt elkerültem. De miből állt még ez a rendőri felügyelet? Hát akkor minden este jött a rendőr, és mert az ablakot tiszta erőből, ugye nem volt szabad elmenni, és végeredményben tartott ez 2 évig, és utána ezt feloldották. Azt most nem, hogy kizá... felsőoktatási intézményben nem tanulhatott, mégis a hegedülés és a zenélés azt túlsegítette ezen az időszakon, mert ilyen területen kapott munkát. Tulajdonképpen a muzsikának köszönhetem, mert nem csak, hogy minden felsőoktatási intézményből kitiltottak, még ipari tanulónak sem vettek föl. Noha a tilalom csak a felsőoktatási intézményekre szólt volna. És akkor jött Pécs. Pécsre kerültem, ott próbajátékot játszottam a szimfonikus zenekarban, a mai panonfilharmonikusoknál, és a karmester egyben a színház vezető karmestere is volt, és
az első szünetben, azt hiszem Beethoven 5. szimfóniának a első tételét játszottuk, mondta, hogy másnap jelentkezzek a színházba. És egyben felvételt nyertem a színházba is ezáltal. Majd egy nagyon jó indulatú igazgató révén besurrantam a tanárképzőbe is. Hol hegedű tanár és szolfés tanár diplomát szerzett. Igen, hegedű szolfés tanár lettem. Noha bizonyos buzdításra megtanultam klarinétozni is, és hát ezzel együtt jár a szakszofont, nagyon könnyen lehet kezelni egy klarinétosnak, úgyhogy azt egy hét alatt annak idején megtanultam, úgyhogy több hangszeren játszottam. És még egy, ami az életemben fontos volt a későbbiekben, hogy lévén, hogy a bátyám a Zeneakadémián mély hegedűt, az hívják Brácsának is, ugye, tanult, hát azt tanácsolta, hogy én is tanuljak meg jól brácsázni, tehát ne olyan pokon, ahogy egyébként melléktanszakként a tanárképzőben tanítják a hegedűsöknek. Hát én ezt meg is tettem, és hát ennek nyomán aztán eljuthattam a szabadtéri játékok zenekarába és sok más helyre. Sőt, még olyan érdekesség is volt, hogy részt vettem azon a turnén, amikor először járt magyar együttes 1963-ban Jugoszláviában. Ahol szintén a rendőrségen kötött ki, mert nem voltak papírjai? Senkinek nem volt. Ez egy nagyon érdekes út volt. A Mohási zenekarral jártam ott, és az történt, hogy egy vasárnap reggel megállt egy mikrobusz a házunk előtt, és mondták, hogy azonnal fogjam a hangszeremet, a frakkomat, mert akkor az is volt nekünk, és indulunk Zomborba. Így is történt, úgyhogy aztán az éjszaka, ugyanis ott meg hitték el, hogy mi nem kémek vagyunk, ezért tehát a rendőrségen kötött ki a társulat fiú része, általában főiskolások voltak, de voltak idősebb mohácsi tagok is benne. Kersics Ankával voltunk egyébként, aki egy híres délszláv bunyevác énekesnő. Kodály maga meglátogatta, tehát egy olyan nevű és kvalitású hölgy volt ez az énekesnő, akivel voltunk. Volt szerencsém ismerni, nekem is idősebb korában ugyan, de láttam őt élőben, és hallottam is őt énekelni, igen. Örülök, hogy szóba hozta egyébként. No, de akkor innen hogy folytatódott? Mert a következő városnév, amit említhetünk, az Komló, és azért itt már a házasság is valahogy közeledőben van, ugye? Igen. A feleségem velem együtt járt iskolába, ő csellót tanult. Ott megismerkedtünk, és akkor házasságot kötöttünk 1963-ban. A házasság anyakönyvi okiratomban bányamérőként szerepelek, ami elég nagy meglepetést keltett az ismeretségi körünkbe, tehát diáktársaink körébe. Ez pedig úgy keletkezett tulajdonképpen, hogy annak idején nagyon úgy nézett ki, hogy egyszer nem lehet megélni ebből a foglalkozásból, legalábbis házas emberként nem, feleségem még iskolás volt, és akkor megpróbálkoztam a bányával. Az akkor nagyon kedvelt foglalkozás volt a tekintetben, hogy nagyon fontos volt az úgynevezett szénprogram, és ezért nagyon jól megfizették. Egyébként nem érdemtelenül, mert egy veszélyes munka tulajdonképpen. Ugye itt a Zobák aknáról van szó, hogy az ország legmélyebb bányája? Ez volt az ország legmélyebb bányája, egy csodálatosan szép bánya volt. A legkiválóbb fekete szenet bányáztuk, az antracént. Jellemző rá, hogy a mélységére, hogy az első szintje, tehát a legmagasabban fekvő szint is 600 méter mélyen volt. Mennyi ideig lehet bírni ezt a munkát?
Hát én Hány nagyon évig hamar. bírja ki egy ember ezt a fajta munkát? Tehát Igen. nincs fény, nincs levegő, a szénpor tönkre megy az embertől gyorsan. Hát én nagyon hamar megbetegedtem súlyosan, és így ott is hagytam, és akkor visszatértem eredeti pályámhoz. No, a bánya elküldött volna engem egyetemre, és akkor hát bányamérnökként dolgoztam volna tovább, de a véletlen úgy hozta is. Nagyon jó, hogy így történt. A véletlen szót most már többször emlegettük. A véletlennek köszönhető az is, hogy ide került Bajára? Igen. Dolgom akadt a pécsi főpostán, valami levelet adhattam fel, és ott megláttam egy művelődési közlönyt. Kíváncsiságból megvettem, 1 forint volt csak az ára, mert még sose láttam ilyen folyóiratot. És abban volt egy pályázat, Bajai Zeneiskola igazgatói állására. Lakással hirdették, szolgálati lakással. Most miután Komlón is dolgoztunk, meg Pécset is dolgoztunk, Komlón azt mondták, hogy kérjünk Pécsen lakást, mert ott van a főállásunk Pécsen, meg azt mondták, hogy kérjünk Komlón, mert ott van. Egyébként érdekessége, amikor Bajára kerültünk 1 hét múlva, mind a 2 helyen megkaptuk a lakást. De a sors fintora. Így aztán, hát egy kis papírra, egy A4-esre leírtam a pályázatot. Nem mindenben felelt meg ez, mert szolgálati úton kellett volna fölterjeszteni, de ezt nyilván nem tehettem, mert az igazgatóm zenekarának a koncertmestere voltam, hát biztos, hogy megakadályozta volna. Mint ahogy volt is kísérlet, hogy még innen is visszavigyenek, éppen erre hivatkozva, hogy ez nem volt teljesen szabályos. De itt szükség volt rám, mint kiderült, és egy érdekesség folytán, hát amennyire egyáltalán ezt tudni lehet, először úgy volt, hogy 7-en vagyunk ilyen pályázók, és tulajdonképpen mindenkinek volt valamiféle ilyen támasza, és mivel ezek a támaszok, akik jelentős emberek voltak, most nevek nem mondok, de van közöttük országos nagyság is. Hát az történt, hogy mondták, hogy jöjjön az egy ismeretlen, így kerültem én Bajára. És itt azonnal akkor a zeneiskolának az igazgatója lett. Igen. És ettől kezdve különböző dolgok fűződnek a nevéhez. Tehát Zeneovit alapított, a környező falvakban bevezette a zeneoktatást, és sok más mindent cselekedett még ebben az időszakban. Mik voltak ezek? Hát az természetes, hogy fiatalon, tele lelkesedéssel fogtam a munkához, és hát alaposan átgondoltam, hogy mit is szeretnék cselekedni. Hát ugye, ez sok minden járul, ugye tudni kell, hogy a régen a zeneiskolák úgy néztek ki, hogy hegedű, illetve inkább zongora, és mellette hegedű tanszak, és valami nagyon kevés más vonós, cselló vagy egyéb. Én pedig, miután zenekarban dolgoztam nagyon sokáig, nagyon fontosnak tartottam, meg magam is játszottam klarinéton, hogy a fúvós hangszert is bevezessük. Úgyhogy az első ténykedésem az volt, hogy elkezdjem a fúvós tanszak fejlesztését. Hát először nagyon nehezen ment, mert én tanítottam a fúvolát, oboát, klarinétot, még a trombitát is. Közöttük van egy európai nevű trombitás is, akit valamikor én tanítottam. Nos, ez volt az egyik, amit szerettem volna elérni, a másik pedig, hogy a gyerekek minél több siker élményben részesüljenek. Ismét a régiekre utalva, úgy az volt a szokás, hogy évente 3 hangversenyt rendeztek, amin mindig a kiválóságok szerepeltek, ezek általában hosszú hangversenyek voltak, egy olyan 3,5 óra hosszat is eltartottak. Én megkíséreltem, és be is vált, hogy ilyen kis tanszaki hangversenyeket vezettem be, és akkor úgy gondoltam, hogy 1 óra 10 percig tartsanak, eddig is tarthattak mindig, de minden tanuló legalább 2-szer szerepeljen évente, tanévente,
még az is, aki nem a jelességek jelessége közöttük. Hogy a szüleinek örömet szerezzen, egyben mindig megkértem a szülőket, hogy buzdítsák is a gyerekeket, hogy érezzék a gyerekek, hogy munkájukkal örömet szereznek nekik. Ez a rendszer ugye a mai napig is működik. Ez a rendszer mindenhol tökéletesen működik. Amikor sikerült elérni, hogy a zeneiskola egy kamarateremhez jusson, tehát egy megfelelő előadó teremhez, ez a kis szerb templom, amelyik a Batthyány utcában van, azt felújítottuk. És ebben voltak ezek a kis hangversenyek, közel estek a zeneiskolához, ami annak idején a Táncsics utcában volt, egy kis családi házban, és eléggé szűkös körülmények között. Tehát ez volt az első, amit sikerült elérni, a második pedig, hogy a zeneiskola mai épületét megszerezni, és azt rendbehozni. Hát gyakorlatilag az én terveim alapján történt. Egy véletlen folytán jártam itt is. Ebben az időszakban a város zenetörténetével is foglalkozott, egy pályázatot is írt ez ügyben, és nyert is ezen a pályázaton. Igen, tulajdonképpen a város történetével akkor kezdtem foglalkozni már, amikor a véletlen folytán szintén bajára kerülvén az első albérletünk az úgynevezett Mészáros féle házba volt, abban a részébe, amelyik 1901-ben leomlott. Ez egy ismert történet ma már, és érdekes volt megírnom akkor, amikor még hát igazán nem foglalkoztam a kérdéssel, már a történeti kérdésekkel. Ez tulajdonképpen akkor keletkezett az érdeklődésem, amikor egy pályázatra megírtam a zeneiskolának a történetét, és ezzel a Kodály Intézetben hát nyertem is pályadíjat. Egyébként a kislányom, egyik kislányom ugyanekkor megírta a harmadik Béla zenei életének a történetét, ő meg az ifjúsági kategóriában nyert pályázatot. Most, hogy így említi, ekkor hány gyerek volt már a családban? Három gyermekünk van. A legnagyobb, akivel itt együtt lakunk, 1970-ben született, másik kislányom 72-ben, ő Mórahalmon igazgatóhelyettes egy művészetiskolában, az első, a nagyobbik kislányom pedig, akivel, mint mondtam, együtt lakunk, a harmadik Bélában angol tanár. És fiam 1978-ban született, ő nem lett pedagógus, jogász lett, és a Siklósi földhivatalnak a vezetője. Még hogyha visszatérünk erre, vagy maradunk a zeneiskolás korszaknál, nem csak itt tanított, hanem a harmadik Béla gimnáziumban és a német nyelvű gimnáziumban is. Igen, nagyon szívesen emlékszem vissza ezekre az esztendőkre, ugyanis az az érzésem, hogy a diákok érezték, hogy egy olyan emberre állnak szemben, aki nem szokott hozzá, hogy egy egész osztályt tanítson, hanem inkább egy-egy gyermeket, ugye, a hegedű, vagy klarnét, vagy fúvós órán. És olyan jól viselkedtek mindig, hogy szinte megható volt, hogy soha nem volt egy pisszenés sem az órákon, figyelemmel és szeretettel hallgattak, de meg kell mondanom, hogy én nagyon alaposan igyekeztem fölkészülni, és arra is nagyon törekedtem, hogy érdekesek is legyenek az órák. És egyébként szigorú volt? Hát nem is volt rá szükség. Most, nem. Hogy ennyi idő eltelt, mit hall vissza? Biztos találkozik tanítványaival, miket emlegetnek ebből az időszakból? Általában azt szokták mondani, hogy nagyon érdekesnek találták, amiket én elmondtam. A tanítványai közül büszke lehet egyikre másikra, hiszen Kővári Andreát is tanította, az Ad Libitum kórus mostani vezetőjét, és másokat is még, akik ismerté váltak. Igen, nem csak a zeneiskolában tanultak, hanem a gimnáziumban is.
Őváry Andreát a harmadik Béla gimnáziumban tanítottam, dr. Knáb Erzsébetet, aki főigazgatója volt ez ideig a német gimnáziumnak, őt pedig a német gimnáziumban tanítottam. Aztán vége lett ennek a korszaknak a zeneiskolában. Miért mondott le az igazgatói állásáról? Felmerült egy nagyon rossz ötlet, mégpedig az, hogy összevonják a zeneoktatást és a zeneiskolát az általános iskolával. Na most nem hatásköri túllépésekről volt szó, hanem itt a következő tudni kell, oktatás-gazdaságtant is tanultam, hogy egy alapellátást ellátó intézmény és egy művészetoktatási intézmény nagyon nehezen irányítható együtt, egyszerűen abból az okból, mert amikor anyagi dolgokról esik szó, akkor óhatatlanul kötelező az általános iskolának a gondjait megoldani, és a hangszeroktatás, a hangszerbeszerzés, hát ez egész más ismereteket kíván, és egész más költségvetést kíván. Utána következett néhány év, amikor nem a saját szakmájában tevékenykedett. A vízügy, posztógyár, és mi volt még? Először a vízügyben kaptam állást, utána a posztógyárban, és végezetül pedig a szakmunkás képzőiskolában lettem könyvtáros. Egy dolog felkeltette a figyelmemet, hogy amikor portásként dolgozott, eközben megszerezte a doktori címét. Igen, hát nem is használtam ennek utána, éppen azért, mert úgy gondoltam, hogy hát ez olyan dacból történt, olyan bizonyítási szándékkal, de amikor azt hallottam, hogy íme a szocializmusban a portásoknak is megvan, akkor ez a végzettsége, akkor elment tőle rögtön a kedvem, és akkor többet nem használtam. Utána pedig újságíró lett önből. Ez hogy történt? Ez is a véletlennek köszönhető, mint több minden, amennyiben léteznek véletlenek. Mint minden az én életemben, hát ugye a Jóistennek a véletlennek köszönhető. Az történt, kérem szépen, hogy mind három foglalkozásomból, illetve bocsánat, a portárságból nyilván nem lehetett, de úgy a vízügyi munkából, úgy a szakmunkás iskolából minden alkalommal elengedtek, ha arról volt szó, hogy ifjú Éber Sándor festene, vagy valahova elutazna, vagy egyéb, és ilyenkor ezt készséggel engedélyezték, mert a művész nagy megbecsülésnek örvend. De csak példaként mondom, a vízügyben, a vízügyi igazgatóságon ma is 27 festménye van Sándor bácsinak. Nos, kérem szépen, az történt, hogy erős cukorbeteg lévén hirtelen halt meg. És nem voltak felkészülve arra, hogy róla nekróló készüljön. Ellenben egy nagyon pontos ember volt, és a naptárjában mindig ott volt, hogy Gázolinak szólni, Gázolinak megköszönni, tehát a nevem szinte naponta szerepelt benne. Így aztán engem kértek fel ennek a nekrológnak a megírására. Ekkor vált ismerté, vagy ekkor vált köztudottá, hogy milyen jól műveli az írás szakmát? Írni már előtte is írtam alkalmanként, csak nem a saját nevemén, ugye nyilván nem jelent, de inkább hangversenykritikákat tett, de mindenképpen kulturális jellegű dolgokat. Ellenben ez vezetett oda, hogy amikor annak előtte én javasoltam, hogy Bajának legyen egy heti lapja, akkor az megjelent és figyelmet keltett, és a Petőfi népe is úgy vélte, hogy erősíteni kell a Bajai Hírlap mutációját. Így aztán pályázatot hirdettek, és én találkoztam az akkori szerkesztővel, itt a város közepében, a Bácska sarkán, és akkor mondta nekem, hogy pályázzam meg, és hát mondtam, hogy ez ugye vicc, mert hiszen pártlapról lévén szó nyilván semmi helyem ott nincsen. Ennek ellenére
Az történt, hogy a főszerkesztő úgy döntött, hogy végre egy olyan embert megpróbál találni, aki meg úgy megírja a cikkeket, ahogy az szükséges, tehát ért a helyesíráshoz is, meg a stílushoz is, vagy egyébhez is. És példaként ezt a nekrológot hozta föl, amit én ifjú Éber Sándorról írtam, és azt mondta, hogy aki ilyet tud írni, azt veszi föl. Így kerültem én a Petőfi népéhez. Ott aztán, mondottam, pártlap volt akkor ugyan, de nekem nem kell egyetlen szót se szégyelnem, amit leírtam gyermekeim, unokáim előtt. Említsünk egy-két nevet, milyen újságokba írt. Honit is, és külföldit is akár. Hogyha csak a közelmúltra tekintek vissza, akkor szeretném megemlíteni a Bácsország című vajdasági folyóiratot, amelyben a Ferenc csatornáról írtam, ennek a történetét dolgoztam föl, helyesen a Baja-Bezdáni tápcsatornának a történetét. Akkor a Rácki Kásznikban jelentek meg írásaim, a Neue Zeitungban is jelentek meg írásaim. A zenei témában? Hát... Külföldiek mire voltak kíváncsiak? Például a Préló történetére, a Baja környéki Préló történetére például, de sok minden olyan Baja történetével kapcsolatos dologra is, mint például a szállásvárosi tűzvész 1905-ben, vagy pedig a 38-as fonodahi tűz. Tehát sok ilyen érdekesség van. Város története, a város kiváltság levele, akkor a város címere, ezekről írtam én. És most nagyon örülök neki, hogy a Múzeum Őr című múzeumi szaklap is igénybe veszi a működésemet. Hát részben régi bajaiakról írtam, most az utolsó számba Bárdos Ferenc nevű neves helytörténészről emlékeztem meg, és mivel előbb említettem, itt is megjelent a Prélónak a története, a Bajai környéki Préló története. Bartos Endréhez milyen szálak fűzik? Bartos Endrével nagyon jó barátság fűzött. Úgy kezdődött tulajdonképpen, hogy én kikutattam, és tulajdonképpen Bartóknak a fia is, az apám, Bartók Béla műhelyében című könyvében, hát tőlem tudta meg ezt az adatot, hogy Bartók itt hangversenyezett. Ez tulajdonképpen kissé feledésbe merült, végül nem olyan tény, amit nem lehetett volna tudni, csak én akkor abba a város zenetörténetéről írt tanulmányomba szerepelt ez is, úgy, mint Rózsa Völgyi Márk. Megkértem Bartos Endrét, hogy készítsen egy plakettet. Addig ő csak festéssel foglalkozott. És készített egy nagyon szép Bartók plakettet, és ettől kezdve indult meg az ő plakett művészete, domborművek irányába való érdeklődése. Az első érmeit az mind az én kérésemre készítette. Hát mindet nem szeretném felsorolni, elsősorban zeneszerző érmeket gyűjtöttem és buzdítottam, így, mint említettem, Rózsa Völgyi Márkot is, amiből aztán lett is itt egy csárdás éve, az erről írt cikkemben. Ez egyébként utoljára a Bácsországban jelent meg ez a cikk Rózsa Völgyi Márkról. És hát amit nagyon fontosnak tartok, hogy az aradi 13 emlékére itt készült a legelső emlékmű a rendszerváltás után. És egyben, amit nyilván senki sem tud, magyarázatot tudnék adni, hogy miért 15 plakett van rajta, és miért nem nevezhetjük így aradi 13-nak. Hát ezt csak röviden érintem. A gimnázium, ahol jártam, Batthyány Lajosról volt elnevezve,
És nagyon tiszteltem Kazinczy Lajosnak az emlékét, aki 28 éves korában adta életét a hazáért, halt mártír halált, nem október 6-án, hanem október 25-én 1849-ben. Mindkettőt nagyon tiszteltem, és ezért Bartos Endrét kértem, hogy készítsen egy ilyen sorozatot, de legyen benne ez a két plakett is. Így került a 15. Zoli bácsi, hogyha összegezni kellene, meg tudná azt számolni, hogy hány egyesületnek vagy újságnak volt az alapító tagja? Ugye itt a helytörténeti klub, újság, akármilyen más egyesület. Igen. Hát alapító tagja voltam a helytörténeti klubnak, a városvédő egyesületnek, a Rotary klubnak. Ha már az összegzéseknél tartunk, akkor hány évig volt pedagógus, és hány évig volt újságíró? Körülbelül fele-fele arányban, a fél évszázadot számítva, 25 évig voltam pedagógus, és 25 évig voltam, és hát vagyok is még újságíró. És hány éve él Baján? 1967-ben kerültem ide, tehát 44 esztendeje. És mostanában mit csinál? Arról még nem beszéltünk. Mostanában, mivel nyugállományban vagyok, ahogy szokták mondani, sokszor azt se tudom, hogy mibe kezdjek. Hogyha a következő ténykedésemet tetszik kérdezni, az közvetlenül most lesz. Megyek az óvodába a kisunokámért, és viszem a zeneiskolába zongora órára. De hogyha nagyobb volumenű dolgokra tetszik rákérdezni, akkor azt mondhatnám, hogy hát nagyon szívesen foglalkozom most is ilyen tudományos és helytörténeti dolgokkal. Gyakran fölkérnek lektorálásra, és most legutóbb a Kővágó József által megírt kitűnő munkát lektoráltam, a Baja utca neveit. A felkérés valószínűleg azért ért, mert valamikor én írtam egy 25 részes sorozatot ugyanezzel a, illetve nem ugyanezzel a címmel, hanem Mesélnek a Bajai utca nevek. Erre még sokan emlékeznek is tulajdonképpen. Előadásokat is tart még a helytörténeti klubban. A helytörténeti klubban is, de máshova is meghívnak, és nagyon szívesen elmegyek, meg kell mondanom. Először úgy kezdődtek ezek az előadások, hogy már a közelmúltra visszatekintve, hogy amennyiben az egészségklubokba nem tudott megérkezni az orvos, mert el volt foglalva, hogy orvosi előadást, akkor nekem a barátom, akit Baráti Györgynek hívtak, telefonált, és én nem kérettem magamat, egy fél óra múlva ott voltam, és akkor valami város történeti dologgal előálltam, amit mindig nagyon szívesen hallgattak. De hát ezek az előadások régén is voltak, voltak benne tréfások is egyébként, egy kicsit már a kimenetelét illetően, de az nem fér ebbe bele. Hány könyvben említik meg az ön nevét, és önnek hány könyvben, megjelenésében van szerepe? Néha azt szoktam mondani, hogy én olyan örökös lábjegyzet vagyok, ugyanis nagyon sok könyvben szerepelek, vagy hivatkoznak rám, a levéltári évkönyvtől a múzeumi évkönyvekig nagyon gyakran, és hát van olyan kiadvány, amit a helytörténészek adtak ki például, amiben tanulmányom is szerepel. És ez a legutolsó könyv, amiben az ön életét ismertetik, erről mit tudhatunk? Ez a könyv nagyon érdekesen keletkezett. Én úgy kerültem bele, mint a Pilátus a krétóba, ugyanis felkértek, hogy három jeles személyiségről, mondom is a neveket, B. Mikli Ferenc, Rapcsányi László, a híres rádiós, és Kelemen Márton egykori tanárról írjak
egy-egy interjúszerű, illetve visszaemlékezést. Ez meg is történt, és akkor nem tudtam, hogy rólam is fognak írni, és így belekerültem a könyvbe én is tulajdonképpen. Bajai arcélek címmel mutatják be a könyvet, amiben 10-15 bajai kötődésű ember szerepel. Zoli bácsi, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Hogyha életének minden mozzanatát még részletesebben szerettük volna kitárgyalni, akkor biztos, hogy még napokig vagy hetekig ülhetnénk itt. A háborús időktől a zenepedagógusi pályafutásán keresztül az újságírói tevékenységéig. Mi most ennyivel is beérjük, és remélem, hogy lesz még alkalmunk, hogy beszélgessünk valamikor a jövőben. Én köszönöm szépen, nekem volt megtiszteltetés. Nézőinknek köszönjük a figyelmet!